Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A nyári szünet után ismét jelentkezik a Sportmagazin 30 perces műsora. A bajnokság 5. fordulójában vereséget szenvedett a KTL labdarúgó csapata. Kecskeméti sikerekkel zárult a Messzi István súlyemelő emlékverseny. 11 000-en úsznák át a Balaton. Stúdiónk vendége lesz Bálint Csaba és Varga Tibor. A Dunaszva DTK férfi kosarasai már 2 edzőmeccset is lejátszottak, az elsőn megverték a TF Gárdát, míg a másodikon 30 pontos vereséget szenvedtek a Szolnoki Olajtól. Sokáig úgy tűnt, hogy gól nélkül döntetlent hoz a DVTK KTL labdarúgó mérkőzés, ám a második félidő derekán becserélt légiósok eldöntötték a 3 pont sorsát. A KTA a Győr, a DVTK pedig a DVSC legyőzésével hangolt a szombati összecsapásra. Klasszikus egy középcsatára fogunk pályára lépni, hiszen a tegnapi edzésen Bright Edombonyi egy véletlen mozdulattal szenvedett. Gondolkodtuk rajta, hogy ő is játszon, de úgy gondoljuk, hogy jobb megoldás az, ha ma a kispadon kezd. Meglátjuk, hogy mérkőzés közben beállítjuk-e, de egy nagyon fontos játékos számunkra, fontos, hogy egészséges legyen, dolgozzon velünk és tartalékoljunk az erejével a következő mérkőzésekre. Kisebb sérülése van a Meyer Milánnak, és ezért került a Krisztán a csapatba, de május vége óta teljes edzésmunkát végez, az összes felkészülési mérkőzésen játszott, ugye többször be tudott szállni a csapatba, de mivel Milu nagyon jó teljesítmény nyújtott, azelőtt pedig a Szücsi, így még nem került rá sor, de hát a Krisztián nyilván, hogy ízig-vérig kecskeméti, és tudja a rendszerünket, úgyhogy bízom benne nagyon. 3-4 helyen is változtatott az ellenfeledző, de még lehet, hogy több is, de aki ugye, akire mi nagyon figyeltünk volna, és ez nyilván, hogy most nekünk is azért össze kell dugni a fejünket, ezért szép ez a játék, de ahogy mondtam is, ugye több helyen komoly változtatás volt. Mi keretünk talán jobban kiszámítható, ugye egy-egy játékos esetleg, aki cserélődik, a kezdőre gondolok elsősorban, úgyhogy meg fogjuk látni, hogy hogyan reagálunk erre a taktikai felállásra. Mindkét edző változtatott győztes keretén, taktikai okokból vagy kényszerűségből. A vörös medesek az első perctől kezdve megszállták a térfelünket, de helyzetig ritkán jutottak. A 11. percben Belényesi röviden fejelte haza a labdát kapusához, Rakonyász megszerezte azt, de a kapu mellé lőtt. A 31. percben Helmék az oldalhálóba vágta a labdát, rá egy percre Lukács veszélyeztetett. Az ellentámadásból akár gólt is szerezhetett volna a DVTK, Gera beadását 5 méterről Rászalla a kapu mellé fejelte. A szünet után megélénkült a játék, 3-4 perc alatt majdnem több minden történt, mint az első 45 percben. Jöttek a cserék mindkét oldalon, most már a KTA is bátrabban játszott. A 73. percben Gera Akoladze akció végén Kersák másodszorra már tehetetlen volt. 1-0 után is volt helyzete a Diósgyőrnek, ismét Akoladze veszélyeztetett, Kersák bravúrral hárított. Az első fél időt azért azt nem olyan játékkal kezdtük, ahogy azt elterveztük. Hiányoztak azok a dolgok, amit taktikailag is megbeszéltünk. A szünetben próbáltuk ezt rendezni, és azt gondolom, hogy másik fél időben már jobban is jöttünk ki, ott voltak lehetőségeink, azonban a Diósgyőrnek sikerült megszerezni az első gólt, utána pedig már azért egy kicsit kinyújtunk, és a kontrában veszélyesek voltak. Nagyon ott nyilván rúghattak volna ők is, de azért nekünk is volt még egy-két helyzetünk. A védekezésünk azért rendben volt az eddigi mérkőzések alapján, mi is dolgozunk ezen, hogy még veszélyesebbek legyünk, még jobban alakuljon a támadó játékunk. Igen, most is hiányzott, ezen még többet kell dolgoznunk. A KTA 5 pontos 5 forduló után szeptember 1-én az Újpestet fogadja 15 órai kezdéssel a Széktori stadionban. Köszöntöm Bálint Csabát, a Kecskeméti súlyemelők vezetőedzőt. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Túl vagyunk a 24. emlékversenyen. Összegezzük a látottakat, tapasztaltakat. Minden nap, minden évben egy nagyon jó megemlékezés Messzi Istvánról az emlékversenyünk. Kiemelt körülmények között rendezzük meg, és kiemelt versenyként szerepel a Súlyemelő Szövetség versenynaptárában is. Nekem mindig nagy öröm, hogy sokan jönnek. Most 43 résztvevő volt a versenyem. Ez a tavalyihoz képest annyival kevesebb, hogy az olimpiai reménységek versenyre készülő 20-ös magyar válogatott hiányzott a indulók közül, de így is egy nagyon színvonalas versenyt tudtunk rendezni kecskeméti résztvevőkkel. Nézzük a legjobb eredményeket, résztvevőket. Nekem a célom most az volt, hogy a fiatalokat építsük be a csapatba,
nekik egy megtiszteltetés, hogy Messi István emlékversenyen indulhatnak. Van egy kiemelt szint, minimum harmadosztály kell teljesíteni, hogy valaki dobogóra léphessen a versenyen. Nagyon jó szerepet közöttünk Újfalvi Martin, Borsos Koppány, illetve Bakó Szebasztián, a felnőttek között pedig Nagy Noelt, illetve Kocsis Bálintot emelném ki. Hölgyek mezőnyéből? A hölgyek mezőnyében most a zászlóshajónk Árva Szintia nem indult, mert készült az olimpiai reménységek versenyére. Kólár Edit indult, aki Szolnokra igazolt ide hozzánk, nagyon szép szakító gyakorlatokat mutatott be, sajnos a lökése nem úgy sikerült, mert egy enyhe sérülés szenvedett. Ha már olimpiát említetted, akkor nem mehetek el amellett, hogy olimpia volt Párizsban magyarok nélkül, magyar súlyemelők nélkül. Ez nagyon sajnálatos, de mi azért a súlyemelő társadalom sejtette, hogy nem sikerül olimpikonnak kimenni, magyar olimpikonnak súlyemelő sportágba, mivel 120 induló volt a sportágunkban. Ez azt jelenti, hogy 60 nő és 60 férfi lépett dobogóra, ami a világranglista első 2-3-4-5 helyzetét jelentette, és mi tudomásul kell vegyünk, hogy mi nem vagyunk ebbe a létszáma benne. Talán akkor lesz reményünk, hogyha majd növelni fogják a kvalifikációnak a létszámát. A Tókióban még volt emberünk, Nagy Péter személyében, a 196 súlyemelő tudta bemutatni tudását. Nagy Péterben és Mitko Veronikában bíztunk, aztán egyik se tudott befutni. Igen, a kvalifikációs sorrendben az egyik 21., a második a 22. helyen végzett, és ahogy mondtam, nagyon komoly volt a verseny. Az első 10 helyezett tudott kijutni alanyi jogon, a többiek pedig mint rendező ország versenyzője, vagy pedig harmadik országbeli versenyzője a részvétel fontos cím alapján olyan versenyzők juthattak ki, akiknek nem sikerült kvótát szerezni. Hogy látod a súlyemelés helyzetét világviszonylatban és Magyarország viszonylatban, mert ugye változik az olimpiai program, sportágok kerülnek ki, sportágok kerülnek be. Úgy gondolom, hogy az olimpiai programban szerepelni fog továbbra is a súlyemelés, mert egy alapsportág. Annyira alapsporták, hogy egyre több sportágban használják a felkészülés részeként magát az olimpiai súlyemelést, és nem gondolnám, hogy kimaradna, mert egy látványos sportág is, pláne úgy, hogy felgyorsultak, felpörögtek az események, a versenyen egy percenként jönnek a versenyzők, tehát egy látványos versenyt tud produkálni a súlyemelő sportág, biztos, hogy helye marad az olimpián. Magyarországon ezt látom, hogy minden sportágban alapsportágként szerepel a súlyemelés, erősítés, de mint versenyzői oldalt nézve, szerintem kevesen választják ezt a borzasztóan nehéz, rakkolós munkát. Örülök, hogy meg tudom cáfolni ezt a kijelentésedet, mert Kecskeméten azért 50 súlyemelő van az edzéseken, és ezeknek nagy része fiatal súlyemelő, 8 évestől a 15-16 éves korig, illetve nálunk megtalálható a Masters korosztály is, a legidősebb versenyzőnk például 78 éves. De hát meg is kell ezeket a fiatalokat tartani. Igen, nagyon nehéz dolgunk van. Addig, amíg iskolában vannak, addig a szülőkkel közösen menedzseljük úgymond a versenyzőket. Ott kezdődik a nagy kihívás, amikor vége az iskolának, akár a szakközépiskolának, vagy főiskolának, és kimennek a nagybetűs életbe. Hát még ezzel küzdünk, hogy ezt a problémát megoldjuk, hogy tudjunk nekik egy életpályamodellt felmutatni, hogy érdemes itt maradni a súlyemelő sportágban. Szintia, hogyan élte azt meg, hogy nem tudott most kijutni az olimpiára? Volt-e törés a pályafutásában? Szerencsére nem volt törés, mert láttuk, hogy nagyon erős a mezőny. A VB-re, a felnőtt VB-re be lehet nevezve, az ősúgy csoportjában 94 induló nevezett. Ami azt jelenti, hogy 93 embert kellett volna megverni ahhoz, hogy ő világbajnok legyen. És emiatt tudtuk, hogy nagyon reális esélye nincs az olimpiára. Bízunk benne, hogy a következő olimpiára változni fog a kvalifikáció menete, és ahogy mondtam, növelni fogják a kvalifikált sportolóknak a létszámát. Azért jó lenne, ha nem csak a kvalifikációban bíznánk, hanem összeszhatnánk magunkat, és arra gondolnánk, hogy 4 év múlva biztos, hogy lesz olimpia, és most elkezdeni gondolkodni, hogy hogyan kell egy sportolót menedzselni. Igen, ahogy már beszélgettünk ugye a műsorunk előtt, nekünk az azt jelenti, hogy biztos anyagi háttér fontos, mert még mindig azt látom, hogy a legolcsóbb sportág a súlyemelés, nem kell hozzá edzőpartner, itt van a dobogó, nem kell elmenni magaslati edzőtáborba, nem kell elmenni tengeren túlra, mi itt tudunk edzőtáborozni akár Tatán, akár itt Magyarországon, tehát nem kerül egy akkora költségbe. Ezt a költséget kell valahogy megteremtenünk, hogy biztosan tudjunk előre tekinteni 4 évre, tehát legalább egy olimpiai ciklusra, mert az jelenti a biztonságot. Az, hogy van egy pályázatunk, amiben nyerünk x 100 000 vagy millió forintot, az megoldja a helyzetünket egy fél évre. Csak úgy nehéz valakit felkészíteni, hogy ilyen fél éves ciklusok vannak, amikor egy olimpiai ciklusra beszélünk minimum.
Szintia most megy egy versenyre, a Reménységek tornájára, és ahogy mondottad, Tatán készült, és egészen jó formába került. Igen, a Szintivel egy új edzésmódszert próbáltunk ki, már splitben részt vett egy nemzetközi versenyen, ott is a verseny legjobb versenyzőnője lett, ott is már javított az egyéni legjobbján, de az elvégzett munkának az eredménye most csúcsosodott ki az olimpiai reménységek versenyén, ahol a magyar csapat tagja, aki második helyen végzett, viszont az egyéni versenyben a legjobb női eredményt érte el, és úgy, hogy 6 kilót fejlődött az egyéni legjobbjához képest. Mennyire húzó erő a csapaton belül, Szintia? Nagyon jó húzóerő, illetve hát őnek is van egy húzóereje, Kecskés Karina, ővele csatáznak, hál' Istennek eddig még jól jöttünk ezekből a csatákból, meg hogyha benn vannak az edzőtáborban, az nagyon jó, mert jól tudják hajtani egymást, van egy hangulata az edzésnek. Volt nekünk egy crossfittes versenyzőnk. Még van is. Horváth Laura, éppen ma beszéltem vele, Ausztriában van kint, csütörtökön jön haza, csütörtökön egyeztetjük a felkészülését a világbajnokságra, illetve előtte megrendezésre kerül a magyar bajnokságra, meg egy kiemelt versenyre. Ő benne sokkal több van, úgy látom. Bízom benne, hogy Laurában több van, én már annak is örülök, hogy Kecskemétet választotta egyesületének. A felkészülés részleteit most fogjuk megbeszélni, valószínű, hogy ide is fog jönni edzőtáborba Kecskemétre, a saját egyesületéhez egy hétre, és akkor tudjuk egyeztetni a felkészülést. Jövőre 25. lesz a Messzi István emlékverseny, el se hiszem, és ha jól emlékszem és jól tudom, akkor ez már nemzetközi szintű verseny lesz. Igen, most két dolog forog a fejembe. Egyik, hogy meghívni országokat és nemzetközi szintű versenyt rendezzünk Messzi István emlékverseny néven, illetve most volt az olimpiai reménységek versenye, következő évben Magyarország ad otthont ennek a nemes viadalnak, és bízom benne, hogy összetudnánk hozni a kettőt, hogy az olimpiai reménységek versenye lenne a Messzi István emlékverseny, ahol négy nemzet lépne dobogóra, a négy nemzet legjobbjai. Én csak most tudtad eszem, milyen jó lenne Messzi Pistának a versenytársait meghívni. Benne van a feladataink között, meg a céljaink között. Bökfi Jánossal egyeztetünk már ezzel kapcsolatban, és már kezdjük felkeresni a régi versenytársai csapattársait. Köszönöm szépen, sikerre járjatok, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. ...1979-ben rendezték meg az első Balaton átúszást. Gurmán Béla minden alkalommal ott volt és teljesítette az 5,2 kilométeres távot. Idén 51 országból több mint 11 ezeren úszták át a Balatont. ...150 vitorlásból álló úszófolyosó, tucatnyi vízimentő és rendőrségi motoros, három kórházhajó a vizen és több száz szervező garantálta a biztonságot a 42. Lidl Balaton átúszáson. 1100 hazai településről és 51 országból érkeztek résztvevők, hogy átússzák vagy éppen szappal áthúzzák a Balatont. A szombati változékony időjárás miatt egy nappal elhalasztották a rajtot, de így is több mint 11 ezeren indultak neki választott távjuknak. A legtöbben több mint 9000-en a klasszikus 5,2 kilométeres távot teljesítették, vagyis Répfülöpről indulva úsztak át Balatonboglárra. Akik ezt még soknak gondolták, a 2,6 kilométeres féltávra neveztek. Az első vízbe szállókat még tökéletes körülmények fogadták. Kellemes 26-27 Celsius fokos víz, gyenge szél és napsütés. Később azonban megélénkült a délnyugati szél, felerősödött a hullámzás, ami megnehezítette az úszók dolgát. Főként azokét, akik először indultak neki ennek az erőpróbának. Nagyon nagy öröm volt, hogy végig azt éreztem, hogy ezt meg fogom tudni csinálni, pedig előtte nem voltam benne biztos. 256 a Balatonon keresztül iszonyérmény volt, és ez volt az első úszásom. Pár évvel ezelőtt még nem tudtam lemenni befogott orr nélkül a víz alá. Én ezt egy műsor miatt tanultam meg. A szervezésre meg annyit, hogy le a kalappal. Elképesztő helyes volt mindenki, akit láttam, hogy megállt, és a vitorlásoktól kértek segítséget, szőlőcukor, ital, jelzem, nem álltam meg sehol. Pedig nagyon gondoltam, hogy egy fotót elküldök a feleségemnek, aki itt vár mindig a célba. Amikor félmaratonokat futottam, meg ilyesmi, egy picit hullámzott a víz, ami nehezítette a dolgot, de elképesztő élmény volt. Ennek a balatoni erőpróbának különös vonzása van. Aki egyszer teljesíti, előbb-utóbb visszajön. Sőt, sokan, amióta elkezdték, egyet sem szeretnének kihagyni. Ám csak egyetlen úszó van, aki 1979 óta minden Balaton átúszást teljesített. 42. átúszás, 1979 óta csinálom. Életem egy része, gyakorlatilag ezt már betervezem, a következő évben naptárba beírva jövök, és az ember saját magát győzi le. Mi már
8-adjára ússzuk át, testvérek vagyunk, és amikor először ússzuk át, akkor te voltál a legfiatalabb átúszó, ugye? Igen. 6 vagy 7 éves lehettem, 7 a körül, úgyhogy most ez egy nagyon nagy élmény volt, ilyen nosztalgiáztunk, és végig közösen úsztunk, nagy élmény volt. Kicsit nagy hullámok voltak, kicsit így adott egy ilyen plusz feladatot útközben, meg motivációt, nagyon jó élmény volt összességében. Ez volt a 10. jubileumi, és hát boldog vagyok, hogy sikerült ismét megcsinálnom. Itt kezdtem a pályafutásomat, úgymond. Itt szerettem bele a nyílt vízi úszásba, és ugye a Balatonnak köszönhetem azt, hogy tulajdonképpen Tomi Roki lettem. Tényleg eljutottam oda, hogy másoknak tudok erőt adni, vagy inspirálni másokat. Ez nekem egy fantasztikusan jó érzés. Első átúszásnak az volt a története, hogy valami extrém dolgot akartunk csinálni, és hát édesanyja is elég fiatal még ahhoz, hogy ő bevállalja ezt a dolgot. Bakancslistámon szerepelt már hosszú évek óta, az ötlet a fiamé volt az idén, én pedig úgy voltam bele, hogy a múlt héten sikerült megúsznom a Dunán egy 5,2 km-es távot, és azt mondtam, hogy ha azt tudom teljesíteni, akkor eljövök a Balaton átúszásra is, és teljesítettem. Nagyon jó volt, én a víztől féltem, hogy hideg lesz a víz. Nagyon jogadtak minket, hogy a ponyt lerágja a lábodat, meg hideg lesz a végére, meg nem tudom, rossz idő, nem, nagyon jó volt. Családi leges-leges-legelső Balaton átúszás. Három országból, az Egyesült Államokból, Belgiumból és Magyarországról, mindenki máshol él. De tavaly körbe futottuk, az idén átúsztuk, és jövőre még nem tudjuk, mit tudunk csinálni. Istenén éreztük magunkat, és mindenki ússza át egyszer a Balaton. És azért szexi pont, mert a Zsóka ezt állta ki, és egyen sapkánkban. Éljen a Balaton! Első alkalom volt, nagyon tetszett. Szerintem jövőre is jönni fogok. A fiam ajándéka volt, 63. születésnapomra kaptam ezt az áthúzást. Ő pedig úszik, úgyhogy hamarosan ő is meg fog érkezni. Neki is az első áthúzása nagyon jó volt, egy élmény volt. Most már a második éve eveztem át. Szappal, és most a barátnőmet, Nórit rángattam magammal. Most sokkal nehezebb volt, mint a tavalyi évben. Nagyon nagyok voltak a hullámok, különösen középen. Nem volt elég, hogy egyenesen haladni akartam, de visszafele is kellett küzdenem magam, hogy ne sodródjak el Füred felé. Amikor elindultunk, még jó ötlet volt, ahogy beértünk, már nagyon nagyok voltak a hullámok. Ott azért egy kicsit átgondoltam, hogy ez biztos, hogy jó lesz, de sikerült beérnünk, és szuper kis edzés volt. Köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Varga Tibort, a Justícia vezetőjét, elnökét. Ismét nagy dobásra készültök, de a nyár se volt könnyű, ha jól tudom. Igen, volt néhány versenyünk. Sok szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőit. A nyár folyamán volt egy Jazz Főváros rendezvény, annak keretében is volt futóverseny, illetőleg még a nyár legelején, május végén volt egy 6 órás versenyünk is. Pokoli hőség volt egész nyáron, most is tart még. Hogyan lehet ilyenkor szervezni? Kire lehet számítani? Hát a fanatikusokra és a elvakultakra leginkább. Valóban borzasztó nagy hőség volt ebben az évben, mint ahogy láttuk, több alkalommal is megtörtek a megrekordok. Azt tudom ilyenkor javasolni mindenkinek, hogy csak a korai reggeli órákban fusson, vagy nagyon későn. Ez meglátszott a létszámon is, de nem akartunk csalódást okozni a törzs résztvevőinek, úgyhogy megtartottuk a rendezvényeket. Sokszor kénytelenek egészen korán kelni, és nagyon-nagyon kevés futóval találkozom mostanában. Régen sokkal több kerékpárossal és futóval volt szerencsém találkozni, most hát kicsikét megfogyatkoztak. Igen, mi is kutatjuk ennek az okát, mint sok más verseny kapcsán. Mi is szervezünk kerékpár túrákat is, nyáron is volt néhány ilyen túránk. Azon is voltak résztvevők, bár valóban nem annyi, mint korábban. Tavaly volt az első híres maraton, idén másodszor rendezitek meg. Beszéljünk erről most már. Igen, az idén 18. alkalommal rendezzük meg a híres félmaratont, illetőleg, ahogy mondtad, a híres maratont. Többek kívánságára, hogy Kecskeméten is legyen egy igazi maratoni verseny. Tavaly elkezdtük, és mivel kedvező volt a fogadtatása, idén újra megrendezzük a maratoni versenyt. Tavaly hányan indultak, és most mire lehet számítani? Tavaly volt egy mozgósítási kampányunk, és ennek kapcsán közel 700 ember indult el a versenyen, úgyhogy a 300 métertől a 42 kilométerig mindenki megtalálhatta a magának való távot.
Ez a szám tartható vagy növelhető? Mi nagyon bízunk benne, hogy nem lesz ilyen meleg már szeptember végén, és a Benkó Zoltán Szabadidőközpont árnyas fái alatt talán jobban viselhető is a meleg, és nem hogy tartható, hanem talán még egy picit növelhető is lesz. Hogy áll az előnevezés? Időarányosan nagyon jól állunk. Megnéztem a tavaly számokat, egy 5-10%-kal többen neveztek már most, mint tavaly ilyenkor, úgyhogy bízom benne, hogy ha ezt folytatjuk, akkor tényleg túllépjük a 700 főt is. Ez benne van a futónaptárban. Mennyire lehet számítani, hogy máshol nem rendeznek hasonló típusú nagyságú volumenű versenyt? Tudomásom szerint Kecskemét környékén nem lesz verseny, előtte most augusztus végén, illetőleg október első hétvégén is lesz egy másik rendezvény, de ezen a hétvégén a környéken nem lesz másik verseny. A távok maradnak és jönnek az iskolák is. Így van. A múlt évben próbáltuk meg először megszólítani az iskolásokat. A Patai család kezdeményezésére és lelkesedésével megkerestünk valamennyi kecskeméti általános és középiskolát, és felhívtuk, hogy jöjjenek hozzánk. Azaz ne küldjék a futókat, hanem hívják, azaz jöjjenek velük a futók, és ezt mi próbáltuk honorálni a magunk lehetőségei szerint. Szeptember 29 pont az az időpont, amikor már az iskolások kezdenek, hogy beszokni, úgymond. Hát ilyenkor nehéz őket megmozgatni. Azt tapasztalom, és másokkal, testnevelő tanárokkal és más tanárokkal is beszélve, hogy nem csak ekkor, máskor is nehéz őket megmozgatni. Mi törekszünk ennek a tendenciának a megfordítására, ezért is van ez az iskolai kezdeményezésünk is, a közösségi szolgálatos diákokra is próbálunk hatni több-kevesebb sikerrel. Aki most kap észbe, és azt mondja, életmódot váltanék, és most kezdenék el futni, vannak különböző távok, mit tanácsolsz neki, mert tényleg meleg van? Hát igen, először is egy alapos orvosi vizsgálat, hogyha olyan korú az illető, azt megéri, mert nem biztos, hogy mindenkinek való a futás, azért alapvetően egy nagyon-nagyon sportág, nem sok minden kell hozzá. Én azt mondom, hogy ebben az időben reggel, ha meg tudja oldani, akkor fusson valaki, és esetleg késő délután, de nagyon fontos a fokozatosság. Egy kör 7 kilométer, nem kevés már kezdőnek. Hogyan készüljön egy kezdő erre a 7 kilométerre? 7 kilométerre tulajdonképpen föl lehet készülni, ahogy szokták mondani, nem a táv, hanem az iram öl. Lassabban kell nekivágni. Ha hozzákezd a rendszeres edzéshez, én szerintem még bőven van idő arra, hogy egy 7 kilométerre fölkészüljön. Fokozatosan kell növelni a távot, és nem a tempót, hanem szépen valóban a távot. De egyébként pedig van rövidebb távunk is, úgyhogy aki csak tényleg most ismerkedik vele, annak ajánlom az 1 kilométeres, illetve a 3 kilométeres távot. Azt mondtad, hogy egy olcsó sportág, de a cipő a legfontosabb. Így van, ezt mindig hangsúlyoznám, hogy legfontosabb a cipő. Nagy nevettetőnk mondta, hogy a láb mindig kéznél van, arra a lábra kell egy cipő, és én azt hozzátenném még, hogy egy jó sportzokni, mert annál rosszabb nincs, mikor sérülést okoz a zokni a cipőben. Hétvégén jártam nagy bevásárló áruházban, mindenki a gyerekének vásárolt, és bizony megdöbbenve láttam, hogy hát a minőséget azt nem annyira vették figyelembe. Sajnos az emberek többsége nem engedheti meg magának azt, hogy nagyon-nagyon jó minőségű cipőt válasszon, de azt tudom mondani, hogy aki komolyan gondolja, az már az elejétől is olyan cipőbe fusson, mert ha csak később akar jobb minőségű cipőre váltani, addigra már sajnos a lába tönkre mehet benne, és elmegy a kedve a futástól. Riasszuk el őket, hol kezdődik árban egy jó cipő? Elriasztani semmiképpen nem szeretném őket, de én úgy gondolom, hogy hát 25-30 ezer forint az alsó hang, ami már azt lehet mondani, hogy jó cipő, és hosszú távon szolgálni fogja az ő egészségét, az ő lábát. Ez egy jó befektetés. Így van, ennél jobb nem. Utána már csak használni kell, és azért ezek a cipők 1000-1200 kilométert kibírnak. Ha valaki ennyi kilométert beletesz, az már fit lesz. Folyadék utánpótlás. Nagyon fontos. Hát ebben az időben, ami nyáron volt, ez nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos. Még a legrövidebb távú edzésre is vinni kell magának az embernek vizet, vagy pedig gondoskodni kell arra, hogy útközben legyen olyan ivókút, ahol után tudja tölteni magát. A dehidratáció nagyon rossz, izotóniás étel is jó, magnézium, kálciumot is pótolni kell, de valóban a víz a legfontosabb
és ilyenkor nem javasolnám mondjuk az édes szirupokat. Maratoni táv, hány ponton van frissítés? 7 kilométeres kör van, ebből így lesz 7, 14, 21, illetőleg 42 kilométer, tehát ennek megfelelően 1, 2, 3, illetőleg 6 kört futnak. A 7 kilométeres körön eddig 2 frissítő pontunk volt, egy a rajtszélkap után közel 100 méterre, ez volt az úgynevezett központi frissítőnk. Majd van egy támogatónk, aki fél távnál csinál frissítőpontot, tehát az 3,5 km körül van, illetőleg nagyon örülünk, hogy megnyílt egy új kávézó a szabadidő központban, és ők teljes mellszélességgel a dolog mellé álltak, ők egy külön frissítőpontot fognak létesíteni 5,5 km körül. Itt van egy szabály, hogy hány helyen kell létesíteni pontot, vagy pedig adhok jelleggel tapasztalatból csináljátok? Hát azért van ennek egy kialakult gyakorlata, alapvetően 4-5 kilométerenként szoktak frissítőpontot tenni, tehát nekünk a 7 kilométeres körben most 3 frissítőpont lesz, úgyhogy úgy gondolom, hogy a utánpótlással nem lehet gond. Díjazás, mert az is van. Így van, támogatóinknak hála, tudunk mindenkit díjazni. A 21 és 42 kilométeren az abszolút kategóriát is díjazzuk, ezen kívül pedig a 7, 14, 21 kilométeren 10 éves korcsoportonként van díjazás. Az egyik nagy kecskeméti vállalat jóvoltából már évek óta minden korcsoportban ajándékcsomagot sorsolunk ki, úgyhogy itt abszolút a részvétel a fontos, induljon el valaki, és az adott saját korcsoportjában is lehetősége van nyerni. Iskolákat hogyan tudjátok díjazni? Az iskolák díjazására oly módon fog sor kerülni, hogy a legtöbb szemét beszervező iskola, illetőleg osztály, itt hangsúlyoznám, hogy külön van iskolaverseny és külön van osztályoknak versenye, 100 ezer forintos támogatásban fog részesülni. És itt fölhívnám arra is a figyelmet, hogy mi arányokat figyelünk. Tehát egy nagy létszámú osztálynál arányosan több szemét kell hozni, mint egy kis létszámúnál. Tehát ha valaki csak egy 8-10 fős osztály, nem kell elkeseredni, nyugodtan lehet szervezni. Iskolák helyszínen már nem nevezhetnek, személyek meg igen. Így van, szeptember 15-én zárul az előnevezési időszak, addig várjuk az iskolák jelentkezését is a megadott elérhetőségeken, illetve a nevezés borzasztó egyszerű, mert van egy rovat, ott kell bejelölni az adott nevezőnek, hogy melyik iskola vagy osztályt támogatva kíván részt venni a versenyen. A helyszínnevezők természetesen a verseny napján vasárnap, de előtte szombaton is az úgynevezett pályabefutás kapcsán is regisztrálhatnak és nevezhetnek. Szeptember 29 rajta van a plakáton, de óra az nincs rajta. Hány órakor nyílik a kapu? Ugye maratonisták rúlják legtovább a pálya köreit, ők 9 órakor fognak rajtolni, 10 óra 45 perckor indulnak az óvodások a 300 méterrel, majd 11 órakor indul a félmaraton és a 14-7 kilométer. Köszönöm, sikeres szervezést kívánok! Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel! Adásunk végén hallgassák meg sport ajánlatunkat. Pénteken 30-án 18:30 perckor a Skorgol Kecskemét futsal csapata itthon fogadja a nyíregyházi alakulatot. Szombaton 17 órakor a Dunaaszfalt DTK férfi kosarasai játszanak edzőmeccset a fehérváriakkal. Vasárnap 1-én lesz a KTE Újpest labdarúgó mérkőzés a Széktói stadionban 15 órai kezdéssel. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra!